Ebben a lépcsőházban nem zárja el semmi a menekülő útvonalat. Tűz esetén akadálytalanul használhatják a lépcsőházat az itt lakók. A villanyúra szekrény sincs telepakolva tűzveszélyes anyagokkal. Éppen a társasházak lépcsőházait ellenőrzi a tűzoltóság néhány hete. Ahol útban van például egy virágláda, kerékpár vagy egy bútordarab, ott pénzbírságot is kiszabhatnak. A meneküléssel számításba vett kiárat, vészkiárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsájtó képesség nem biztosított 60 ezer forinttól 90 ezer forintig. Mutatja a kormányrendeletben leírt büntetési tételeket a Jókai Lakásszövetkezet műszaki vezetője. Kertész András azt mondja, a Jókai Lakszövnél eddig mindent rendben találtak. Időben értesítették ugyanis a lakókat, hogy több ezerbe kerülne egy kint hagyott bútordarab. Hogy mivel a büntetés összegét a társasháznak számlázta volna ki a katasztrófa védelem vagy a tűzoltóság, tulajdonképpen mi ezt áthárítanánk arra a tulajdonosra, akinek a tulajdona ott van ezen a tárolóhelyen. Így csak kisebb problémák adódtak ennél a lakásszövetkezetnél. A tűzoltók azt mondják, voltak olyan lépcsőházak Baranyában, ahol büntetniük kellett. Mint egy 250 ilyen társasházat ellenőrztek le Baranya megyében a kollégáink. 8 esetben, 8 ellenőrzés során indítottak el bírságolási eljárást. Ott, ahol kisebb hiányosságokat, illetve a jogszabály mérlegelési lehetőséget biztosított, ott hatósági felhívással értek a kollégáink. A tűzoltó százados azt mondja, nem egyszeri ellenőrzés, amit most csinálnak. Folyamatosan fogják járni a lépcsőházakat a következő években, hogy ne rakjanak akadályokat a menekülő utakra, ne tároljanak éghető anyagokat a tárolóhelyiségekben, villanyúra szekrényekben.